találtunk egy olyan falut, amit még a térkép sem jelez. Jön a kis utánfutó, skiff. Szóval ez a kaja tortilla, aioli. És bagett, a legjobb. Nem hoztam ám a párt kávét, azt ott hagytuk. De jó! Csak a miénk az egész vulkán. Csak mi vagyunk itt, de jó! Ismét egy szép nap, irat. Sziasztok, elindultunk másnap a szomszédos kis faluba, ami még picit falu, és még szebb elvileg, és ott látni tök jó vulkánt, aminek így ketté van hasadva a közepe. Úgyhogy most ezt fogjuk megnézni, mert csak nem hagyott bennünket gyungodni, hogy lássunk már egy jó kis vulkánt. Most egy ilyen egyórás út vár ránk. Az előző részben megtudhattuk, hogy a Spanyolországban lévő La Garrocha nevű vulkanikus zóna Európa egyik legjelentősebb vulkanikus területe, ahol mintegy 40 vulkán található. Ebben a videóban a 40 vulkáni kúp közül a két legismertebbet, a Kroszkátot és a Santa Margaridát fogjuk meglátogatni. Micsoda kis hacienda ez itt mi? Mi kis tanya, egy kis farm. Itt van a riasztó. Ez mi lehet ez a növény? Hát ez valami kis mini falu, de nem is falu, ez igazából egy párház postaládákkal. Megjött a postás. Az útunk itt a falun keresztül fog vezetni. Nagyon különleges itt, vagy hát nem tudom, olyan érdekesnek tűnik, hogy egy párház van itt, mint egyfajta kolóniát alkotva, de tényleg így, ahogy átnézünk, kb. Egy utcából áll az egész falu. Ez 16 lakás. 16-an laknak. 16 lakás van itt, igen. Hát ennyi, egy utca az egész. Itt láthatjuk a gázpalackot kirakva, várják a butanérót, azaz a gázfutárt. Végig is értünk a falun. Ez egy olyan falu, amit a térkép nem is jelez, tehát, hogy itt nincsen élet. Azt mutatja, hogy itt sima utak vannak, úgyhogy találtunk egy olyan falut, amit még a térkép sem jelez. Február 16-a van egyébként. Otthon javában Magyarországon tombolnak a mínuszok, a mínusz 8-10 fokok, a szibériai hideg, itt pedig majdnem ránk gyullad ez a pulóver is, 15 fok van, vagy legalábbis annyit mondott az időjárás jelentés, és jövő hétre meg ilyen 24 fokot is mond ide, ezért az már durva. Nagyon barátságosak itt egyébként az emberek, mindenki integet kocsival is, meg lelassít, és akkor na, nagyon, nagyon barátságos mindenki. Jó kis hegymenet után elértük a... Már lassan itt már látszódnak legalábbis a láva. Lába. Ez a vörös valami. Itt a birkák mögött. Aha, az már ott elég olyan feketélik. Itt meg egy nagy kemping van. Igen, a láva kemping. Állnak benne lakókocsik. Gondolom nincsenek most itt benne. Ha elértük azt a részt, ahonnan már kezdődik itt. Hogy itt ez lenne itt a fizetős parkoló. Amit most lesétáltunk. És akkor valahova errefele, befele kell menni. Jön a kis utánfutó, skiff. Jó, mintha valami kocsi tetejéből lenne kivágva. Hát ez, ja, ez egy BMW. Ez egy 3-as BMW, de nagyon tuti, olyan, mint egy gyári lenne. Választás előtt vagyunk, hogy menjünk a Google után, vagy itt is vannak táblák. Végül is ez a Kroszkát nevű vulkán kell nekünk, úgyhogy ezt erre is mutatja, meg arra is, de igen, a Google csak ezt hozza. Igen, elég turista izének néz ki, de amikor a Google már nem egyszer szivatott meg bennünket. A camping. Most annál a falnál állunk, amit korábban mutattunk, az a vöröses itt a birkákkal, csak a másik oldalon. És itt láthatjátok a magát ezt a, hát ilyen vulkáni törmelék, vagy nem is tudom mi ez ilyen. A tufának ilyen cucca. A jó kis föld szaga van.
Igen, egyébként szerintem táptalajnak, vagy mint termőföldnek jó. Nagyon jó, igen. Itt van, mutatja az utat, hogy erre megy. Nem jó, mert az elejét nem vette. Hát miért? Hát mert... 2 perc már... Ne magyarázzál már, na hát megnyomtam, de tudod, hogy nem indul el egyből az asszony. Tudom, de itt tartod na. Már mi jó. Jó, van már, na... El. Na. Hurrá, hurrá, itt vagyunk. Na, hamas egy csúcs a háttérben, no? Igen. Itt fogunk eljönni a fal alatt, és itt végig az az anyag látható, amit ugye már mutattam itt korábban, ez a vulkáni, hát nevezzük, nem is tufa. Hát majdnem olyan agyagos, ilyen virág cserepekbe ideális lenne. Szoktak így jönni lóval. Ezen a része már egy kicsit sötétebb a maga ez az anyag. Mindjárt meglátjuk a kürtőt. Közeledünk, közeledünk, ott már látszik. Bár nem tudom mennyire látszik, mert sajnos a fényviszonyok nem a legideálisabbak, ugyanis majdnem mögötte van a nap. Na nem mondjátok komolyan, hogy ez itt be van zárva. Hát a kutyának nincs. A kutyának nincs, meg számzáros lakat van rajta. Hát a Google az ismételten megszivatott bennünket, ugyanis ott az elején volt egy, ahol vaciláltunk, hogy ott kéne menni, ne ott kellett volna menni, de igazából ez a hasadás meg maga innen látszik csak, de nem tudom, elmegyünk most oda és ott elvileg az egy gyalogösvény, már legalább valami ülő alkalmatosságot, piknik helyet keresni, hogy meg tudjuk enni a kis kajánkat. De most meg azt mutatta, hogy ott kellett volna menni, tehát mikor ott voltunk, azt mutatta, hogy menjünk tovább, most meg azt mutatja a Google, hogy hát ott kellett volna mégiscsak. Hát igen, ezt tudjuk, hogy a Google az szokott ilyeneket csinálni. Na elértük az erdőzónát, és most tartunk oda, csak az erdőbe. Nem tudjuk, hogy mennyire lehet majd megközelíteni. Kíváncsi vagyok. De ez már kimondott gyalogösvény. Hú, most innen nagyon jól látszik tényleg a hegycsúcs, és remélhetőleg ez valami kis pihenőház lesz itt. Szóval van itt egy információs központ, rettentő sok turistával, és itt a vulkán kitöréséről ismerhetünk meg némi információt. Itt vannak ilyen illusztrációk. Egyébként így el lehetne húzgálni a fákat, de kivarrak, hogy ne nyúj hozzá, úgyhogy ilyen kérdés-válasz, igen. Hát tényleg ez eszedbe se jutott, Kitti. Vagy a Covid miatt? Aha. Ja, hát biztos azért. Aha, akkor ennél vagyunk most. És akkor ez az a Margarida, ez a nagyobb, de annak meg nincs ilyen. Itt gondolom, hogy kifolyt a láva. Annak egy mélyedése van ott. A két leglátogatottabb vulkán közül most a Crosscathoz tartunk. Akarom mondani, tartanánk. Na, végre megültünk itt, vagy leültünk, és találtunk egy helyet, itt fogunk enni. Itt az asztalunk, a kutya lemegy róla, menj le. Kutya lesz az itt. Le az asztalról. És itt a kaja. Szóval ez a kaja tortilla. Aioli. És baguette, a legjobb. Hú, de jól esett. Aztán kávét hoztál le. Nem hoztam ám a pár kávét, azt ott hagytuk. Puha, ez problém, hogy kávé nélkül kell tovább mennünk, és még csúdisokat kell menni. De találtam egy kávés kis cukrot, úgyhogy az helyettesíti valamilyen szinten, már félig elszopogattam. Igen, de meg leesett a földre. Leesett a földre, utána megmostam vízzel, és elraktam, itt van a zsebemben, és ezt a kaja utára hagytam. Majd ketten elszopogatjuk. Szeretnél te is belőle szopogatni? Jaj, de jó, alig, hogy megindultunk, már rá is jöttünk, hogy nem is kell sokat menni, mert már itt van előttünk. Hú, de jó! Itt vagyunk jelenleg a legmagasabb, a 168 méter magasan kiemelkedő Crosscath vulkánnál, amely az összes közül a legfiatalabb.
A Kroszkát történelmében két kitörésről tudnak, az első körülbelül 17 ezer évvel, a második és egyben utolsó kitörés pedig 12 ezer évvel ezelőtt történt. A vulkánnak 6 km hosszú láva folyása tekinthető meg a túra során. Csak a miénk az egész vulkán. Csak mi vagyunk itt, de jó! De azért így elég durva, ezért már másabbak az arányok, hogy itt vagyunk közvetlen alatta. Most így jól visszaadja a formákat, illetve az alakzatokat a domborodás. Ugye most jól látszik, nincsen nagy szembefény, hiába árnyékban van az egész, de mégis nem vakít szembe a nap, úgyhogy tök jól kiadja az egészet. Hihetetlen mennyiségű vasat tettek bele, hogy ez mind ilyen, hát 8 mm, biztos van majdnem közel 1 centis acéllemez, és 95-ben lett ez felújítva. A kúp teljesen növényzettel borított, kivéve azt a 100 méter magas vágást, ami a bányászati kitermelés következtében keletkezett. Az 1960-as években kezdtek bányászni a Kroszkátban a lapilli kavics miatt, amelynek köszönhetően ma a vulkán belső szerkezete szépen megtekinthető. A bányaműveleteket 1991-ben végleg leállították. Ugye be van zsongva? Dzsungelkutya. Ezt követően útunk a leglátványosabb vulkánhoz vezet, ami nem más, mint a 2 km kerületű Santa Margarida. A Santa Margarida hírnevét a közepén kiterjedt kráternek köszönheti, melynek belsejében egy remete lak található. Az épület az 1428-as katalán földrengés során elpusztult, azonban 1865-ben újjáépítették. Belsejében egy 14. vagy 15. századi szentfaragás másolata tekinthető meg, amelyről a hely a nevét kapta. A kráter belseje gyalogösvényen is megközelíthető. Na hát ennyit a Santa Margarida, vagy Margarida? Margarida. Santa Vulcán Margarida vulkánról, igen, így csak így madártávlatból, de már nem fogunk elmenni, mert elég messze van már így is az otthonunk, még egy, hát egy jó órás út, inkább másfél. De jól nézett ki szerintem. Igen, de ez amúgy sem mutatna szerintem olyan jól már, mint ez a másik, mivel az csak így a fentről látod jól, hogy ott van benne egy kúp. Egy kis kápolna lenne ott, de hát már azt a plusz 2 kilométert, vagy oda-vissza 3-at, 3 körül már nem tesszük meg, mert még plusz onnan haza is kell menni. Közben hazafelé másik úton jövünk, mégiscsak mint amin jöttünk, és itt egy információs tábla. Ugye itt voltunk ennél a vulkánnal, ezt láttuk itt, amelyiknek megfolyt része volt, tehát ki volt fakadva. Kroszkát. És akkor ugye ez, amit csak a drónon láttunk, a Margarida. Ha a tábla tanulságát jól értelmezem, akkor a kitört vulkán ide dobta ugye ezeket a hamu, maga az, ami itt található. Ez ilyen szürkés színű, és ez így rakódott le. Most egy kicsit ugye arrébb vagyunk már a vulkántól. Ha minden igaz, akkor ez a sötét színű. Hasonló egyébként, de ez ilyen kilövelt hamu, nem maga a láva. Vagy kilövelt törmelék. Hát igazából most ugyanazon az útvonalon megyünk haza, mint tegnap. Elég most így elég jó a táj, meg sokkal jobb az idő, mint tegnap, de azért már jó. Igen. Szerintem nekem beszél. Azért már jól lefáradtunk, azért. De már ezt a fél órát megnyomjuk, már ilyenkor mindig jobb, amikor hazafele kell menni. Meg lefele. Igen, hát igen, az sem mellékes. Jaj. Yeah. Fú, de elfáradtam. Hány kilométert is mentünk? Neked nem mért a lépés számláló? 11-2, biztos, hogy volt. Ez szerint 17,4. Á. 24 ezer lépés. Á, annyi biztos nem. Hát, meg szerintem. Thank you.